Alezredes úr, a tűzgyújtással kapcsolatban nagyon fontos információkat kell megosztanunk nézőinkkel, hiszen nagyon sokakat érdekel, hogy mit lehet ebben a helyzetben most tenni. Kezdjük a külterületnél. Hol lehet külterületen tüzet gyújtani, egyáltalán lehet-e égetni? Jelen pillanatban a mai napon aktuális szabályozás szerint, ugye nincs tűzgyújtási tilalom kihirdetve a megyénk területére, tehát külterületen történő égetés az egy bejelentéssel kezdődik minden esetben. 5 nappal a tervezett égetés előtt egy e-mailt kell küldeni a megyei igazgatóság e-mail címére, ez a gyor.titkarsag@katvet.gov.hu, melyben be kell jelenteni, hogy ki akarja ezt a tűzgyújtást, égetést végrehajtani, a pontos helyszínt, ez helyrajzi szám vagy koordináta megadásával lehetséges, mit szeretne ott elégetni, és igazából egy mobiltelefonszám, egy elérhetőség, hogy az égetést végző minden pillanatban elérhető legyen a műveletirányító kollégák számára. Az égetést azt úgy kell végezni, hogy az a környezetére tűz és robbanás veszélyt ne jelentsen, soha nem hagyható őrizetlenül a tűz, és amikor befejeztük ezt a tevékenységet, akkor nagyon fontos, hogy a területet vizsgáljuk át, a parázslást, izzást szüntessük meg, és ezzel megakadályozzuk azt, hogy esetlegesen egy feltámadó szél akár visszagyújtsa a területet. Ez a szabályozás akkor változik, amennyiben tűzgyújtási tilalom, korábban tűzgyújtási tilalom, jelenleg fokozottan tűzveszélyes időszak kerül ki hirdetésre. Erről tájékozhatnak a lakosság és a tévénézők a különböző honlapokon, például a Katasztrófélelem honlapján, a Nébih honlapján, vagy például az erdőtűz.hu honlapon. Amennyiben kihirdetésre kerül a tűzgyújtási tilalom a megyénkben, ezeket megyei szinten rendelik el, akkor tilos a külterületeken való tűzgyújtás erdőkben, erdősávokban, azok 200 méteres körzetében, közutak, vasutak 200 méteres körzetében, és tilos a parlag és gazégetés is. Ez a tűzgyújtási tilalom ugyanúgy vonatkozik a kialakított tűzgyújtó helyekre is, tehát ott sem szabad. Külterületen azért pontosítsunk, mit lehet elégetni? Kizárólag növényi hulladékot, példának okáért itt említeném, hogyha erdő takarítások, fakivágások, faszedések, az ott megmaradt gajak elégetése, akkor a nyári időszakban a tarló égetése megengedett, és kizárólag a növényi hulladék, kommunális hulladék, illetve bármiféle lakossági hulladék elégetése szigorúan tilos. Ami külön érdekes ebben az időszakban, az a belterület, hiszen ilyenkor már a fák meccésén túl vannak itt a rába közben akár, vagy egyéb takarítják éppen a kiskerteket, és növényi hulladék keletkezik. Ebben az esetben így a tavaszi időszak elején lehet-e égetni, és mit? Még egy átmeneti időszakban vagyunk jelen pillanatban, hiszen még mindig tart a veszélyhelyzet Magyarország területén, és a veszélyhelyzet ideje alatt az önkormányzati rendeletek, amelyek a belterületen történő tűzgyújtással foglalkoznak, ezek hatályban vannak. Tehát jelen pillanatban minden lakosnak azt ajánlom, ha ilyen tüzelési tevékenységet kívánnak folytatni, akkor esetleg érdeklődjenek az önkormányzatok honlapján, vagy magánál az önkormányzatnál, hogy mikor lehet ezt az égetést végrehajtani. A belterületen is szintén nagyon fontosak az előbb említett 3 szabály, tehát soha ne hagyjuk őrizetlenül, ne jelentsen a környezetére, tehát a távolságokat tartsunk épületektől, más gyúlékony anyagoktól, és az eloltásnál ügyeljünk arra, hogy ez vissza ne gyulladjon. Amennyiben viszont a veszélyhelyzet megszüntetésre kerül, akkor az önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik, és a jelenlegi szabályozás szerint belterületen tilos lesz a növényi hulladék égetése is. Csak növényi hulladékot lehet, ne keverjünk műanyagot, gumit, nájlont, ilyenkor ugyan felgyülemlik bizonyos hulladék is, tehát arra odafigyeljünk, hogy ezeket ne égessük. Kizárólag növényi hulladék égetése a megengedett, egyéb kommunális, illetve lakossági hulladék elégetése az szankciókat von maga után, mint környezetvédelmi, mint tűzvédelmi szankciókat is. Köszönöm.